A mai videóban arról lesz szó, hogy a körmeink állapota milyen tápanyaghiányokat, milyen betegségeket jeleznek. Üdvözöllek itt Ühei Szabolcs Zoárd. Fontos mindenekelőtt megjegyeznem, hogy ez a videó nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, nem garancia arra, hogy megállapíts vele egy konkrét betegséget, iránymutatást próbál adni arra vonatkozólag, hogy mi lehet a gond. A körmeink állapota igen jól felhívja a figyelmünket arra, hogy mi zajlik a testünkben, hiszen ha belegondolunk, a körmök vannak a legtávolabb a testünkben, a szívtől és a többi belső szervünktől, tehát ha például valamiből hiány van, akkor ez a hiány legelőször a legtávolabbi részeken, tehát a körmöknél mutatkozik meg, hiszen leghamarabb a legtávolabbi részekre nem jött már egy adott vitaminból, nyomelemből, ásványi anyagból. A körmeink nagy részt kreatinból állnak, ez egy fonalas szerkezetű fehérje, melynek a képződéséhez enzimekre van szükség. Az enzimek működéséhez pedig elsősorban nyomelemekre van szükségünk, tehát a köröm problémák többsége általában valamilyen nyomelem vagy ásványi anyagnak a hiányára utal, ami kialakulhatott valami miatt a szervezetünkben, vagy nem vittünk be elegendőt belőle, vagy nem szívódik fel, vagy valamilyen betegség okozta a hiányát. A körmön jelentkező apró fehér foltok, látható a képen, cinkhiányra utalnak, illetve mivel a cink az egyik legfontosabb nyomelem az immunrendszerünk számára, immungyengeséget is jelezhet. A cinkhiány hátterében nagy valószínűséggel emésztőrendszeri probléma áll, felborult a bélflóra egyensúly, túl sok szénhidrátot fogyasztunk, le van terhelve az immunrendszer valamilyen vírus vagy baktérium miatt, ami elhasználja a cinket, illetve a gyenge gyomorsav is okozhat cinkhiányt. Ilyenkor érdemes egyrészt cinket pótolni, illetve az emésztőrendszert rendbe tenni, erősíteni a gyomorsavat, például szüretlen almaecet, illetve emésztőenzim rendszeres fogyasztásával, kevesebb szénhidrátot enni és többet az olyan ételekből, amelyek táplálják a bélflórát, például erjesztett ételeket és zöldszínű zöldségeket. Nagyon jó immunerősítő a méhpempő és a fekete bodza is. Ha vízszintesek ezek a fehér vonalak, tehát nem egy fehér pont van, hanem vízszintesen nyúlnak el a fehér vonalak, látható itt a képen, akkor ez nagy valószínűséggel kálciumhiány. Kálciumhiánya mögött is állhat gyenge gyomorsav, ha nem elég savas a gyomor, nem tud hasznosulni rendesen a kálcium az emésztés során, tehát ilyenkor is hasznos az almaecet, az emésztőenzim, a savanyú káposzta. Tehát nem biztos, hogy az a legfontosabb első lépés ilyenkor, hogy kálciumot pótoljunk, hanem inkább erősítsük meg a gyomorsavat, hogy azokból az ételekből, amelyeket elfogyasztunk, fel is szívódjon a kálcium. Aztán azt is fontos tudni, hogy az olyan ételekben, mint a spenót vagy a mandula, amelyekben sok a kálcium, egyben sok az oxalát is, amely gátolja a kálcium felszívódását a testünkben. Az ásványvizekben lévő kálcium sem igazán szívódik fel, mert szervetlen kálcium, lényegében kő. A legjobb kálciumforrások a tejtermékek, a halkonzervek, amelyek ugye a csontokat is tartalmazzák, a leveleskel, a brokkoli és a bokcsoly. A kálcium hasznosulását segíti a napon való tartózkodás is, hiszen ilyenkor a D-vitamin termelődik, ami ugye kulcsfontosságú a kálcium mozgatásához a testünkben. Ha a vízszintes vonalak nem annyira fehérek, akkor az inkább B3 vitamin hiányt jelent. A következő, ha a körmök könnyen töredeznek, például a végek, az jelent bizonyos szintű alultápláltságot, de amiből biztos kevés van a testünkben, az a biotin és a folsav. Akinek nagyon töredeznek a körmei, az nagy valószínűséggel nem eszik elegendő zöldséget, főként zöldszínű zöldséget, azért, mert jól felszívódó folsavat elsősorban a zöldekből tudunk nyerni, ilyenek a brokkoli, káposzta, leveleskel, kelbimbó. A biotin hiány a leromlott bélflórával függ össze, tehát ha például korábban sok antibiotikumot szedett valaki, kialakulhat ennek hatására biotin hiány a testben,
ami ugyancsak töredezett körmökhöz vezet. Ez azért van így, mert a biotin kulcsfontossága a fehérjéket felépítő aminosavak anyagcseréhez, enzimekkel működik együtt a körmök felépítésében, azaz ha nincs biotin, nem tudnak létrejönni olyan fehérjék, amelyek a körmöket hozzák létre. A legjobb biotin források a marhamáj, tojás, lazac, napraforgómag, édes burgonya. A körmeinket erősíthetjük a kovaföldel, ez kapható por, illetve kapszula formában is, illetve kollagén tartalmú porokkal, amelyekből érdemes olyat választani, amelyek többféle kollagént tartalmaznak egyszerre, mert így hatékonyabb lesz a kollagén beépülése a sejtekbe. A kollagén rendkívül fontos a bélrendszer, a bélfal regenerálásához is. A függőleges vonalak a körmön, függőleges vonalszerű bemélyedések, ez az alacsony energiaszintre utal, ami általában két dolgot jelent, a legtöbbször vagy pajzsmirigy alulműködést, vagy alacsony B12 és vas szinten. A pajzsmirigy az alap anyagcserénk gyorsaságáért felelős, tehát ha alulműködik, akkor többek között gyakran vagyunk fáradtak, alacsony az energiaszintünk. Pajzsmirigy alulműködés esetén érdemes a máj regenerálásával is foglalkozni, mivel a máj alakítja át a T4 pajzsmirigy hormont T3-á, illetve állhat a hátterében ösztrogén dominancia is, főként hölgyeknél. A pajzsmirigyre az alábbiakat érdemes elkezdeni szedni, mikroalgákat, például ajánlom figyelmetbe az Immunex alga komplexet, mely 5 mikroalga koncentrált elejét egyesíti, Mária tövis magörleményt, a Mária tövis az egyik legjobb májsét regeneráló, kolint, a kolin segít lebontani a koleszterint, és más májregeneráló gyógynövénykivonatokat is érdemes szedni. Akár pajzsmirigy, akár vashiány esetén fontos sok zöld színű zöldséget és bogyós gyümölcsöt is bevinni napi rendszerességgel a gyulladások csökkentéséhez. Leveleskel, brokkoli, kell bimbó, fekete áfonya, tőzeg áfonya, gránátalma, szeder, homloktövis. Ahogy a kálcium esetén, úgy a vas esetén is lényeges a gyomorsav erősítése, mert különben hiába szedünk vasat és B12 vitamint, csak nagyon alacsony hatásfokkal szívódnak fel. A mélypempő is jó ilyenkor, mind a máj, mind pajzsmirigy problémára, illetve vérszegénység esetén is, tehát a vas és a B12 vitamin szintjének növeléséhez. Ha a köröm felfele kunkorodik a végén, ez máj vagy vese probléma szokott lenni. A máj kapcsán az előző részben elmondottak itt is érvényesek. Ha gyanított, hogy vese probléma lehet inkább, akkor a vese számára a következő ételek és italok a legjobbak. Citrusfélék, tehát például limonádét fogyasztani napi rendszerességgel egy jó ötlet. A tőzegáfonyalé, a grapefruit mag kivonat vagy grapefruit mag cseppek, illetve a magas kálium tartalmú ételek és italok, mint például a zöld színű zöldségek. A kálium csak akkor jelent gondot a vesék számára, ha a vesék már súlyosan károsodottak. A körmön jelentkező sárgás elszíneződés a körömgomba jele, ami az emésztőrendszerben, tehát a gyomorban és a belegben, bélrendszerben lévő egyensúlytalanságra utal. Esélyes, hogy a kandida is el van ilyenkor szaporodva. A körömgomba nem más, mint felborult bélflóra egyensúly, tehát több a káros baktérium a gomba a belegben, mint a hasznos, illetve valószínűleg sok tápanyag hiányzik a szervezetünkből ilyenkor. Körömgomba esetén alkalmazhatunk külső szereket, például nagyon jó rá a teafaolaj és a grapefruit magcsepp. A hosszú távú megoldás azonban a gyomor és a beleg rendbetétele. Finomított szénhidrátok kizárása, az első fontos lépés, kenyerek, tészták, sütemények, édességek, fagyi, fehér rizs, alkohol, ezek mind rosszabbítanak a helyzeten. Napi szinten többször érdemes fertőtlenítő ételeket bevinni, mint a kókuszolaj, fokhagyma, gyömbér és mások. Sok probiotikus ételt fogyasszunk ilyenkor, ezekről beszéltem a videó korábbi részében, és érdemes probiotikum tartalmú készítményt is szedni.
vékony bélben lévő hasznos bélbaktériumok számára a zöld színű zöldségek vagy keresztes világú zöldségek a legjobbak, velük tudjuk őket leginkább feltáplálni, megerősíteni. Brokkoli, leveleskel, káposzta, bordáskel, kelbimbó, retek, rukkola, mángold, sóska. A szinte teljesen kékké váló köröm, illetve a vízszintes barnás bordák a körmön a B1 vitamin hiányát jelzik, illetve lehet oxigén hiány is. A B1 hiányának további jelei az ingerlékenység, a fáradékonyság, a lassuló reflexek. A legjobb természetes B1 forrás az inaktív sörélesztő, amit tabletta vagy porformában tudunk bevinni napi rendszerességgel a legegyszerűbben. Érdemes a B1 mellé a többi vitamint is pótolni, a sörélesztő is ugye B-komplex forrás, de jó B-komplex források a mépempő, halételek, májételek, goji gyümölcslé és a tojás is. A barnává vagy szürkévé váló köröm az B12 vitamin hiányt, illetve alultápláltságot is jelenthet. B12 vitamin hiány alakulhat ki, ha gyenge a gyomorsavunk, bélműtétek, bypass műtét esetén, illetve vegánoknál is. Tehát ebben az esetben mindenképpen azt kell elkezdeni átnézni, hogy milyen ételeket eszünk, azok mennyire táplálóak, vajon mennyi B12-t viszünk be, és vajon mennyire erős a gyomorsavunk. Ha a körmünk körüli részek teljesen ki vannak száradva, és repedések is vannak a körömvégeken, az pajzsmirigy betegségre utalhat, pajzsmirigy alulműködésre elsősorban, de társulhat hozzá a vitamin hiány is. A pajzsmirigy problémák további tünetei a hajhullás, a koncentráció csökkenés, a romló memória, a súlygyarapodás, depresszió. Tehát ha ebből több is van nálad, akkor erre gyarapodhatsz. Ilyenkor az első fontos lépés a kivizsgálás, hogy pontosan megtudjuk a probléma okát. A negyedik pontban a függőleges vonalaknál javasoltak ide is érvényesek, tehát a pajzsmiriggyel, a májjal, az ösztrogén szinttel kell foglalkozni. A körmön jelentkező apró mélyedés általában pikkelysömörös betegeknél jelentkezik, de előfordul két autoimmun betegségnél is, a reaktív artritisnél, ez a Reiter-szindróma, illetve foltos hajhullásnál. A foltos hajhullás egy autoimmun betegség, és hátterében ugyancsak biotin hiány áll, illetve a bélrendszer egyensúlyának felborulása. Tehát itt is a bélrendszerről elmondottak az érvényesek. Jól látható most már, hogy a legtöbb köröm probléma az valójában bélrendszeri probléma, felborult bélflóra egyensúly, elszaporodtak a kártékony gombák, baktériumok, paraziták a bélrendszerben, kevés élőételt fogyasztunk, zöldséget, gyümölcsöket, vagy rossz az emésztésünk, gyenge a gyomorsavunk, és emiatt ugye nem bomlanak le megfelelően a tápanyagok, nem szívódnak fel a nyomelemek és az ásványi anyagok. A körmök középső bemélyedése, a kanálköröm, általában a vashiány jele, vagy a hemokromatózis nevű májbetegségre utal. Ez egy olyan probléma, amikor a testünkben túl sok vas szívódik fel. Utalhat még szívbetegségre, illetve pajzsmirigy alulműködésre is. Itt is fontos kivizsgálni, hogy mi lehet a probléma hátterében. A vaspótlásakor a magas vastartalmú ételeken túl ugyancsak fontos odafigyelni a gyomor kellő savasságára, mint a kálcium és a B12 vitamin esetén. Tehát nem csak vasat pótoljunk, de erősítsük is a gyomorsavat, szüretlen almaecet, emésztőenzim készítmény, savanyú káposzta rendszeres fogyasztásával. Ha a köröm teljesen fehérré válik, az a súlyos betegségre utal, lehet szívelégtelenség, veselégtelenség, májbetegség vagy cukorbetegség is. Ha a köröm elválik a körömágytól, az lehet például valamilyen fertőzés jele, okozhatják a körömre szedett készítmények is, tehát a túl sokat viszünk be belőlük, de lehet pajzsmirigy probléma is a háttérben. Tehát vagy valamilyen gomba, vírusnak az elszaporodása, vagy esetleg túl sok körömerősítő készítményt szedtünk az utóbbi időben, vagy lehet pajzsmirigy alulműködés is.
gombák, vírusok ellen a legjobb szerek, mind külsőleg, mind belsőleg. A grapefruit mag kivonat, amit elsősorban cseppek formájában alkalmazhatunk, az ezüst kolloid, a tealfa olaj, a szegfűszegolaj és a kókuszolaj többek között. A sárgává váló körmök légzőszervi betegséget jeleznek, oxigénhiányt, mint például a krónikus tüdőgyulladás, vagy gyulladás az orrüregekben, tehát valamiért nincs elég oxigén. Értelemszerűen ilyenkor nem a sárga körmény jelentik a legnagyobb problémát. A körmön középen vízszintesen végigfutó mélyedések, látható itt most a képen. Általában az alultápláltság jelei, de utalhatnak perifériás érrendszeri betegségre, kezdődő cukorbetegségre, magas lázzal járó betegségre és cinkhiányra is. Ha a köröm félgömbszerűen alakul, mintha elkezdene ránőni az ujjra, az ujjakra, látható a képen ez is, ez legtöbbször az oxigénhiány jele, aminek háttérében állhat valamilyen tüdő vagy szív probléma, illetve jelentkezhet irritábilis bélszindróma esetén is. Ez a fajta köröm pedig, amikor az alsó fele fehér, a felső fele normális, ez krónikus vesebetegeknél szokott megjelenni. A köröm problémák marssal kapcsolatos problémát jelentenek, tehát az agresszióval, az ösztönökkel, az akarattal és az önérvényesítéssel kapcsolatos lelki problémák állnak a háttérben. El van folytva bennük az agresszió, nem tudjuk esetleg érvényesíteni a saját akaratunkat, gyenge az önérvényesítő képességünk, gond lehet a testiségünkkel, túl sok vagy túl kevés bennünk a lázadás. A töredezettség, az elválás Szaturnusszal kapcsolatos problémát jelent, még pluszban a Szaturnusz a célokat, a racionális gondolkodást, az összefogottságot jelenti, tehát például nincsenek céljaink, nincs jelen a racionális, a logikus gondolkodás az életünkben, vagy pont fordítva, túlzottan jelen van, esetleg túlzottan szabadosan éljük az életünket. A gombásodás a körmökön, a foltok, az elszíneződések Plutóval kapcsolatos problémát jelentenek még pluszban. A Plutó a haláról és az újjászületésről szól, nem véletlen tehát, hogy ugye idős embereknél általában mindig jelentkeznek különféle elszíneződések a körmön, hiszen ilyenkor már gyakran foglalkoztatják az embert a halállal kapcsolatos gondolatok. Bízom benne, hogy ezek az információk hasznosak voltak számodra, és segítettek abban, hogy jobban megértsd a testedben zajló folyamatokat, így még időben tudsz változtatni. Ha hozzáfűznél még valamit a témához, írd meg a hozzászólásokba. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem vagy feliratkozva, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!